Biztos, hogy elhiszik az öregek, hogy az unokáik telefonál. Saját nagyanyádat mikor hívott? Évente, ha pénz kell. Még tavaly májusban fogták el azt a párt, akik ilyen módszerrel verték át az időseket. Az unokázós csalóként emlegetett párosa kiszemelt idős áldozatok unokáiként mutatkoztak be a telefonba, és azt mondták, bajba kerültek, ezért sürgősen pénzre van szükségük. A fiatal nőt és férfit, valamint egy társukat egy bátaszéki nő jelentette fel, miután azok 800 ezer forintot csaltak ki tőle. A csalók azóta már börtönben vannak, hamarosan a tárgyalásuk is elkezdődik. Kollégáim a három személlyel szemben, akik korábban beazonosításra kerültek a Tolna megyében elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, az eljárási cselekményeket elvégezték, és az eset kapcsán keletkezett iratokat a napokban az illetékes ügyészségnek megküldték. A csalók elfogása után azonban nem állt le a nyomozás, hiszen több jel is arra mutatott, hogy nem csak a letartóztatott három személy állt az ügyek mögött. Az eset vizsgálata során kollégáim megállapították, hogy a bűncselekményeket bűnszervezetben követték el, melynek az irányítója egy Egyesült Királyságban élő magyar férfi volt, aki ellen számos hatóság több elfogató parancsot is kiadott. Végül 2021. márciusában sikerült a férfit elfogni, akinek kiadatási eljárása jelenleg is folyamatban van. A kiadatás után a férfit Magyarországon ezeken a bűncselekményeken kívül több csalással is meggyanúsítják majd, akár 15 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.